A győzelem reményével és esélyével lépett pályára a nyíregyházi csapat a középmezőnybe tartozó Békés ellen, és az eséllyel élni is tudtak Balta Dénes tanítványai. Az első fél időben ugyan jól tartotta magát a korábbi nyíregyházi kedvencet, Mohácsi Árpádot is felvonultató vendégcsapat, de a pihenőre így is 15-13-as hazai vezetésnél vonulhattak le a játékosok. A második 30 percben fokozatosan elhúzott a nyíregyháza, amely végül 9 gólos győzelmet aratott a tavaszi nyitányon. A tornákon jó pár ember kiváló formát mutatott. Most ezt tudtuk kamatoztatni, elsősorban a fiatalokra gondolok, de egy nagyon érett játékot játszott egy Bécsian is, és hát ragyogó kapus teljesítmény volt mögöttünk. Sajnálom, hogy az elején nem tudtuk kihasználni, hogy kettőt cserélt az ellenfél, és a jobb oldalra az indítás nem úgy megy, mint a Gyurcinak. Ebből kontrákat lehetett volna lőni, illetve több technikai hibát elvitettünk, egy kicsit lassan játszottunk, és annak volt köszönhető, hogy egy kicsit döcögött a játékunk. A fél időben azt kértem, hogy egy gyorsabb szerkezetű csapatot fogok fölvinni. Minden áron vigyük az ellenfélre a labdát, és amikor fölmentünk, akkor pedig egy szervezett játékot próbáljunk játszani. Ebben a Varga Laci, a Szűcs Balázs, az Erdő Zoli és a többiek is partnerek voltak. Az NB1B keleti csoportját a 21 pontos Törökszent Miklós vezeti, a 20 pontos Balmazújváros, a 19 pontos Mezőkövesd és a 18 pontos Nyíregyház előtt. Balta Dénes együttese a hétvégén a Törökszent Miklós otthonában lép pályára.